A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép napot kívánok, 1996-ban járunk. Ebben az évben az év autója a Fiat Bravo volt. És ha már autó, akkor autósó Székesfehérváron. ...1992-t írtak, amikor néhány székesfehérvári autómárka kereskedő valamiféle igényfelmérés véget kiállította portékáját a technika háza előtti térre, hogy az érdeklődők testközelből láthassák az akkor új autócsodákat. Azóta olyan évenként kétszer visszatérő színfoltja lett ez a rendezvény városunknak, ahol most már szinte kötelező minden márkának felvonulnia. Az idei őszi seregszemle kicsit más lesz, mint az eddigiek. Úgy szintén újdonság, hogy az eddig megszokott helyszín helyett a Városháztér ad otthont a kétnapos kiállításnak. A jövő hét végén 20 márka képviselet 95 modellen keresztül mutatja be az autógyárak őszi új kínálatát. A kiállítás mellett számos program színezi majd a kavalkádot, sőt, közvéleménykutatókon keresztül lehetősége nyílik a nagy közönségnek is arra, hogy észrevételeit, esetleges ötleteit eljuttassa a rendezőkhöz. Ez volt már a napi retro, nem sokára ismét találkozunk valahol a múltban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.